Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Gergő vagyok az Ocho Macho zenekarból. És hogyha megengeditek, akkor pár gondolatban én is elmondanám nektek, hogy bennem mi zajlódott le, és a zenekart hogy érintette ez az elmúlt időszak. Mindazonáltal azzal kezdeném, hogy az ijegység az első hónapokban elég erősen érkezett és alapos volt, és nem is csodálkoztunk azon sem, hogy a koncertdátumokat elveszítettük, és kiugrott a márciusi és az áprilisi hónapnak a beiktatott időpontjai. Így utólag visszagondolva mégis azt gondolom, hogy ennek az egész történetnek, amit remélem, amikor már látjátok ezt a kis filmet, akkor a lezárási fázisba érkezik, de hogy volt hozadéka, szerintem nagyon kellett a világnak egy óriási stop, egy pici álljunk meg és gondoljuk újra, és én nagyon-nagyon bízom benne, de tényleg személyesen abba bízom a legjobban, hogy ez az egész újra tud indulni, már pedig induljon újra, akkor legyen minden sokkal jobb, mint valaha. Most mondok egy nagyon szélsőséges példát, és majd én is nevetni fogok, remélem magamon, de például képzeljétek el, hogy a NASA azt kutatja, hogy a Marson hogyan ültessenek növényeket, hogy jó módúak oda kimenjenek. Mindeközben most, ahol élünk, ezt meg pusztítjuk. Hát ennek így nincs sok értelme, azt gondolom. Tehát, hogy maradjunk itt, ők menjenek egyébként, abszolút, veszem nekik a jegyet, ha fölérem azt a szintet, de hogy vigyázzunk a Földünkre, és jó volt látni, hogy nincsen repcsicsik az égboltokon, visszalassulás van, én tudtam este 8:30-kor is már aludni menni, és beszélgetnek az emberek egymással. Én szerintem egy ilyen hazaérkezést mindenképpen hozott ez a vírusőrület, de most egy picit ebből tanulva, fölmarkolva a Földről a dolgokat, amit az élet odatolt nekünk, azt gondolom, hogy most úgy kell újraindulni, hogy ezeket kamatoztassuk. Viszont induljunk újra. Tehát hadd kaphassuk vissza azt az élünket, ami a lelkünkben meg van írva, hogy a zene nélkül nehezen születnek, nehezebben születnek babák, az utolsó útjukra kísért embereknek is van kívánsága, kedvenc dala. Én azt gondolom, hogy a zene nem csak a hangszeres zene, hanem az összes rezgés, madárcsicsergés, víznek a hangja, a szélnek a hangja, ezek az életünk részei, úgyhogy én ragaszkodom az életemnek ezen részéhez is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!